Na hát sziasztok, Pacsi mindenkinek, én Danubia vagyok, és ebben a mai videóban 12 féle módot szeretnék nektek bemutatni, amelyet tudtok ingyen a játékban Primogemet farmolni. Áj, áj, mielőtt folytatódna a videó, ajánlom, hogy nézd be az Eneba oldalára, és használd a Manzona kódot, a leírásban. Első ilyen lehetőség az eventek, amikor is különböző mennyiségű primogemeket lehet kiszedni. Jelen pillanat ez az ittós dobolós event van, amiből napi szinten 60 primogemet tudtok kiszedni, hogyha teljesítitek. Ezen felül lehet még különböző dolgokat kiszedni belőle, amiket akár karakterek vagy fegyverek fejlesztésére tudtok használni. Eventek ugye új bannerek, illetve új verziók megjelenésénél szoktak bejönni, valamint akár bannerek között is, tehát hogy bannerem belül is kerülhet be új, új event. Ezekről a hajó oldalán tudtok egyébként olvasni, ki szokták egyébként néha tenni, hogy mikor érkezik egy új event. A waypoint -ok. ahogy haladsz előre a játékban, különböző területeken oldott fel a teleportokat, azokhoz is adni fog neked egyébként valamennyi primogemet, szóval érdemes felfedezni a világot teljesen és bejárni az összes teleportot. A következő ilyen lehetőség ugye a domének, a domének teljesítésével is kaphatsz pirodzsömeket, ezeket általában az első kör teljesítése után fogja adni, tehát hogyha kétszer vagy háromszor akarod végvinni, akkor sajnos nem fog már adni. A következők ugye bár a csesztek, amik hát mindenfele találhatók a mappon, hogyha még nem nyitogattátok ki, vannak az alapládák, illetve vannak ugye a nagyobb szintű ládák, amikből több piroszsém esik. Általában egy olyan 5 és 10 piroszsém között kaptok, ugye attól függ, hogy mennyire értékes az adott láda, amit kinyitottatok. Másik ilyen lehetőség ugye a spirállevész, amikor, hogyha ugye azt viszed akkor szintén kapsz pirogyemet, tehát minden kör után, hogyha a három szintet teljesíted, akkor 100-100 kapsz külön, tehát összesen 300 pirogemet kapsz az evész teljesítése után, tehát egy szint teljesítése után. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de egyébként a T-poton belül is tudtok pirogyemet farmolni, ugye, hogyha trust rankotokat viszitek fel, akkor kaphattok valamennyi mennyiségű pirogyemet, elméletileg be lehet rakni ilyen karaktereket, amik adnak ilyen plusz bónuszokat, tehát ahhoz, hogy XP-t tudjál szerezni és növeld a Trust rankot. Ezt pontosan nem tudom, hogy hogy működik, de ha nagyon szeretnétek, akkor készítetek ebből is egy videót. A következő a déli check -in. Ugye a hajóveznek a weboldalán naponta be tudtok jelentkezni különböző rivardokért. Valamikor egyébként pirodzsemmet adsz, szóval érdemes begyűjteni a napi rivardokat, hiszen minden egyes alkalommal, amikor belépsz a játékba, akkor be tudod krémelni ezeket a kis jutalmakat. Ha már a napi belépésről beszélünk a játékba, ott vannak a napi küldik, amiket szintén érdemes megcsinálni, hiszen küldetésenként 10 pirodzsemmet kaptok, és hogyha megcsináltatok a négy küldetést egyen naponta, akkor ha bejöttök a városba és leadjátok a Csajszínak, akkor pedig kaptok még 20 pirodzsemet a végén, szóval összesen 60 pirodzsemet tudtok így kiszedni, ami egyébként nem is rossz. Valamint van lehetőségetek még napi 20 pirodzsemet begyűjteni, hogyha feloldottátok már lent az Inozuma szigeteknél az Asasé shrine akkor ott van az a cica, akit ugye Nekónak hívnak, ez a fekete cicus, és nála, hogyha teljesítetek ilyen egyszerű küldetéseket a szigeten belül, akkor 20 pirogemet fogtok kapni. Hát ezek hasonlóak igazából a napi küldetésekhez, viszont itt nekem még nem adott olyat, hogy harcolnom kéne, hanem inkább csak ilyen aranyos feladatokat, hogy mondjuk meg kellett javítani a szentét, vagy ki kellett pucolni a teraszt, szóval ilyen kis egyszerű küldetések. A másik ilyen opció, hogy pirogyemeket tudjál szedni, ne felejtsük el, hogy szü lehetőséged van tesztelni a karaktereket. Ugye, hogyha új bannerek kerülnek be, vagy akár új verzió kerül be, és ezáltal ugye megjelennek ö, olyan karakterek, amik az előzőben még nem voltak, lehetőséged van őket kipróbálni, ugye egy ilyen tesztranon keresztül, aminek a teljesítése után még kaphatsz pirogyemet. Következő az achievementek teljesítése, 5 és 10 Primogem értékben kaphattok, miután teljesítetek egy-egy achievementet. Érdemes nézegetni, próbálgatni, minél többet megcsinálni. Egyébként az achievementek teljesítése után a névígykártyátokhoz kaptak ilyen bannereket és hasonlókat, szóval még ezért is érdemes megcsinálni őket. A mai egyben utolsó módszer ugye az Adventure Handbook-ban lévő küldetések teljesítése. Minden egyes chapter után kaptok 100 primogemet, szóval ezt is érdemes csinálni, és 11 chapter van összesen, nekem sincs még kész egyébként az összes, de érdemes megcsinálni ezeket is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem tetszett nektek, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot like és egy feliratkozást, és ha tudtok még olyan módot, ahol ingyen lehet primogemet szerezni, ne tartsátok magatokba, írjátok meg kommentbe, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, bacsi! し「しゃべんない」